Gulyás Ágyú Podcast. A Gulyás Ágyú Média kétheti podcast adása. Magyarországról, a magyar életről, rólunk, a magyarokról. Minden, amit ön is megkérdezett volna, és az is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly. Üdvözlöm Önöket, boldog új évet kívánok, Gulyás Balázs vagyok, jó, hogy itt vannak. Önök a Gulyás Ágyú Podcast adását látják és hallgatják, ez a beszélgetés videós formában a YouTube-on, hangzó interjúként pedig az Apple Podcast-en és a Spotify-on érhető el. Magyarországon nem mindenki engedheti meg magának, hogy fizessen a hírekért, ellenben fontos, hogy minél többen tájékozódjanak független hírforrásokból, és így felelős döntéseket is tudjanak hozni. Ezért döntöttünk úgy, hogy lapunk a Gulyás Ágyú Média cikkei, videói és az ilyen podcastok is mindenki számára ingyenesen érhetőek el. Amennyiben viszont ön megteheti, kérjük támogassa küldetésünket akár csak havonta 950 forinttal, hogy cikkeinkkel olyanokat is elérjünk, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy fizessenek a hírekért. A támogatási lehetőségekről minden információt a gulyasagyumedia.hu oldalon, vagy ennek a podcastnak a leírásában találnak. Hírportálunk aktuális cikkei közül kiemelem, hogy több cikkben is foglalkozunk azzal, hogy szobrot emelnének a szemkilövetésbe torkoló 2006-os eseményeknek, illetve videóinterjút készítettünk a miniszterelnök politikai igazgatójával, Orbán Balázzsal. Szóba került a szuverenitásvédelem, a sajtó vegzálása, a 120 ezer vendégmunkás és még Ránci Tamás is. Nyilatkozott a Gulyás Ágyú Médiának a német szocialisták EP lista vezetője is, Katarina Bárli, aki meglehetősen sarkosan fogalmaz az interjúban, szerinte Orbán Viktor egy kleptokrata. Szolgálati közleményeink után pedig következik aktuális beszélgetésünk. Vendégem ezen a héten Mitrovics Miklós, történész, Lengyelország szakértő. Szervusz! Szervusz! Hát nagyon betaláltunk ezzel a témával, akkor amikor megkerestelek talán valamikor két ünnep között, vagy valahogy így, akkor még nem is gondoltam, hogy ennyire nagyon aktuális lesz. Abban bízom, hogy a segítségeddel sikerül egy kicsit rendet vágni itt a friss lengyelországi történésekben. Ugye Lengyelországot úgy ismerjük, mint egy katolikus ország, most egy kicsit olyan kaotikus országnak tűnik, úgyhogy remélem, hogy tudsz ebben segíteni. Szerintem kezdjük az elején. Tavaly ősszel választásokat tartottak Lengyelországban, nyert az ellenzék. Kik voltak a szembenálló felek ezen a választáson, és hogyan tudott győzni végeredményben az ellenzék? Igen. Az ellenzék, amely most kormánykoalícióra jutott, vagy kormánykoalíció tudott alkotni, az lényegében három választási lista győztes pártjaiból áll. A legnagyobb és legismertebb a polgári koalíció listája, amelyen a polgári platform, a Donátusz vezette polgári platform. Ők az Európai Néppártban vannak, ami ugye korábban a Fidesznek volt a pártcsaládja, európai pártcsaládja. Igen, Donald Tusk mielőtt visszatért volna a kampány elején Lengyelországba, ugye az Európai Néppártot vezette két évig, miután az Európai Tanács éléről leköszönt. Tehát ők oda, ahhoz a pártcsáthoz tartoznak. Néhány hozzá hasonló kisebb párt volt még ezen a listán. A másik lista... Bocs, az, hogy hozzá hasonló, az azt jelenti, hogy ilyen jobb-közép, vagy ilyen polgári... Igen, igen. Jobb-közép, inkább ilyen konzervatív-liberálisnak mondanám őket. Ugye talán a legismertebb a Modern nevű párt, vagy Novocsesna, ami egyébként a 2015-ös választások után, az elvesztett választások után magából a polgári platformból vált ki. Egy ideig népszerűbb is volt, mint a platform, majd aztán végül is úgy döntöttek, hogy most közös listán indulnak. A másik nagy erő az úgynevezett harmadik út, amely két pártból állt. Az egyik a Lengyel Néppárt, PSL-nek szokták röviden lengyel rövidítését mondani. Ez is egy lényegében egy konzervatív vidéki agrárpárt. Ez egy történelmi párt egyébként a 19. század végéről, még a szocializmus alatt is létezett, csak más néven, két paraszt. 19. század végéről? Igen, ez egy a két világháború között is jelentős szerepet játszott. Ez mondjuk, mint a Független Kisgazdapárt Magyarországon? Van, 45 után ez volt a legnépszerűbb.
párt. Uh-huh. Csak aztán a kommunista hatalom átvétel után egyesítették egy baloldali parasztpárt és Egyesült Parasztpárt néven futottak, illetve Egyesült Néppártként pontosabban, ez egy parasztpárt lényegében, és rendszerváltás után visszavették a Lengyel Néppárt nevet. Ez a néppárt közös listát alkotott a Lengyelország 2050 nevű párttal, amelynek talán az elnökének a nevét ma már Magyarországon is többen ismerik, ugye Simon Holognyáról van szó, aki most már a Szejm elnöke, Szejm marsalja. Ez is inkább egy ilyen centrista, konzervatív, liberális párt, de ez inkább a városi, fiatalokra, kisvállalkozókra, középvállalkozókra hajtott rá. Ketten alkották, jól kiegészítették egymást, Holovnya lényegében a 3 évvel ezelőtti elnökválasztáson lett ismert, mint politikus, előtte televíziós műsorvezetőként már országosan ismert személyiség volt, és ott az elnökválasztáson 3. helyet ért el meglepetésre, és ezután alapított ezt a Lengyelország 2050 nevű pártját. Viszont ennek a pártnak főleg a városi fiatalságban volt bázisa, a Lengyel Néppártnak meg a vidéki jól beágyazott csatornái megvannak, megvoltak, és hát így a kettő együtt jól tudott működni. És a harmadik nagy erő, amely hát ebből a háromból a legkisebb, de a kormánykoalíció része lett, most ugye a baloldal listája, ezen is több baloldali párt van, ez már nem a posztkommunista átalakult baloldal, ugye az az elmúlt 20 évvel, illetve a 90 utáni 20 évben sokszor átalakult, nevet váltott, majd 2005-ben teljes mértékben megbukott és szétbomlott, és hát lényegében nagy része megszűnt, meg generációváltás is volt. Tehát ez inkább az új baloldal, de itt is több kisebb párt van. És hát ez a három nagy pártlista úgy döntött a választási kampány előtt, hogy bár ideológiailag eléggé heterogének, finoman fogalmaztam, de egy közös céljuk van, hogy megdöntsék a jog és igazságosság, a konzervatív jog és igazságosság, Jaroszláv Kaczynszki vezette párt 8 éves uralmát, és vissza az ő szóhasználatokkal élve mondom, hogy vissza állítsák Lengyelországot arra az európai, euróatlanti útra, amelyről szerintük 2015-ben letért. Ez volt a fő üzenetük egyébként? Tehát ez az Európához való visszacsatlakozás? Ez volt az egyik fő üzenet, hogy az ő részükről, hogy itt egy autoriter, keleti autoriter rendszereket másoló világ épül. Lengyelországban ennek a legeklantásabb példája volt ugye az Európai Unió által megfogalmazott kritika a jogállamiság leépítésével kapcsolatban, aminek ugye a következménye az volt, hogy ezt a híres hetes cikkeit is elindították Lengyelországra szemben, következményei, hogy ugye hát itt több 10 milliárd eurót blokkolnak Lengyelország számára, nem csak a helyreállítás alapból, hanem a strukturális alapokból is, és ezzel nem tudott mit kezdeni 8 év alatt a konzervatív Mateusz Morawiecki vezette kormány. Tehát ez volt az egyik, hogy ezt vissza kell mindent rendezni, és ezeket a pénzeket meg kell kapni. A másik fő üzenet, ez nyilván a baloldal részéről jött, hogy azt a túlzott dogmatikus konzervativizmust, amit a jog és igazságosság képvisel, és nem csak képvisel, hanem hát láthattuk az elmúlt évek tömegtüntetéseit, ráerőszakolja a társadalomra. Gondolok itt a abortusz teljes tilalmára, mert itt lényegében arról van szó, de másról is, ami mondjuk a Lombik Baby program nem támogatásáról, a fogamzásgátló tablettáknak a korlátozott hozzáféréséről, a regisztrált élettársi kapcsolatok engedélyezéséről, vagy éppen tiltásáról, azonos neműek, ellentétes neműek között. Igen. Természetesen. Tehát sok olyan társadalmi kérdés, ami tömegeket mozdított meg az elmúlt években, tehát itt országszerte milliós tüntetések voltak, gondolj csak a fekete ruhás nőknek a mozgalmára, meg tüntetés sorozatára. Tehát az volt a másik, hogy hogyha nyerünk, mondták ők,
akkor ezeket meg fogjuk változtatni. És igazából az az igazság, ezt választások óta tudjuk egész pontosan állítani tények alapján, hogy ez a második kérdés óriási tömegeket mozgósított. Tényleg? Ugye még az utolsó napokban mért közvélemény kutatások, illetve a várható részvétel, mert senki nem mondta, hogy 74% fölötti részvétel, ez 65 volt a maximum, amit a legoptimistább becslések mondtak, pedig utolsó héten, jól emlékszem, 7 vagy 8 közvélemény kutatás is kijött még. Tehát ez azt jelenti, hogy itt 6-8 millió ember ment el pluszba szavazni, akit nem mértek, tehát, és ez bebizonyosodott, hogy főleg fiatal, vagy már olyan 30-as, 40-es, de még idősebb nők is, 50-es nők is, nagyvárosi, közepes városi nők, akik egyébként nem érdeklődtek annyira a politikán, lehet, hogy soha nem is szavaztak korábban, és lehet, hogy nem is fognak szavazni. Most tömegével elmentek szavazni, pont az ilyen konzervatív dogmák ellen, harcként, és de hát az iskolákban való az egyház szerepe, meg itt sok mindent lehetne sorolni, hogy mi minden. Úgyhogy úgy kezdett, hogy Lengyelországról azt tudjuk, hogy egy katolikus állam, mégis, ha ezt elfogadjuk, ezt a tézist, vagy társadalom, vagy nemzet, akkor hát látni kell, hogy azért ennél cizelláltabban kell megközelíteni a dolgot. Egyébként nemrég jöttek ki a a népszámlálási adatokból leszűrt elemzések, és hát kiderült, hogy itt lényegében óriási társadalmi változások mennek végbe Lengyelországban. Ma már a lakosság alig több mint 30%-a mondja azt, hogy hetente legalább egyszer rendszeresen templomba jár. Ez 20 éve, 30 éve, akár 80% is lehetett. Igen, tehát egészen megdöbbentően én is láttam ezeket. Tehát összesen akkor hány párt volt ebben a három választási listában? 8, 9, én ilyesmit, valami ilyen számot számolok. De ha jól emlékszem, talán majdnem 20 párt is van 20? A parlamentben jelen pillanatban. Hát mindegyik listán, amelyikbe jutott, ugye még nem beszéltünk a még egy listáról, ugye a konfederáció listájáról, igen, ami szintén legalább emlékeim szerint 5, de lehet, hogy 6 radikális, republikánus, nemzeti, vagy akár szélső jobboldali pártmozgalom indult. Tehát itt igazából pártlisták indulnak. Azt igen, kell megérteni a lengyel választási rendszerre, hogy pártlisták indulnak. Ezeken a listákon ezek lényegében ezek nagyon vegyes feladtak. Mindegyiken van 4-5-6 párt, aki delegál képviselőket. Tehát azt veszük, hogy bejutott 5 lista a parlamentbe, hát ez nagyjából 24-25 pártot jelent, de talán most már nem emlékszem pontosan, de 20 fölött volt. De egyébként az előző szeimben is e körül voltak a pártok számai. Ez egyébként nem jelent akkora problémát, hiszen akik egy listára iratkoznak, azok nagyjából hasonló értékeket vannak, nagyjából megegyeznek. Itt azért kell ezt megcsinálni, mert egyszerűen ebben a listás rendszerben nem tudnának egyedül elindulni minden egyes választókerületben. Ugye itt nincs országos lista, választókerületi listák vannak, de az, ha több választókerületben nem tud valaki elindulni, mert nincs meg a szervezettsége, akkor ugye veszélyezteti akár a parlamentbe való bejutást. Nyilván ez nem a nagypártokat érinti, de a kisebbeket igen, tehát ők szívesen mennek valamelyik nagypártnak a választási listára. Egyébként a jog és igazság listáján is 5 párt volt, úgyhogy abból az egyik a republikánus, egyébként most a választás után be is lépett testületileg a jog és igazságosságba. Azért is kérdeztem a pártok számát, mert ugye 2022-ben a választáson az egyik problémája volt az ellenzéknek, hogy rettentően szétaprózódott volt, 6 különböző párt indult egy listán, és hát azért voltak itt ideológiai ellentétek, ugye ez a Jobbiktól a DK-ig tartott. Lengyelországban hogy sikerült ezt összefésülni, vagy hogy sikerült azt elkerülni, hogy ebből kifolyólag a még inkább szétaprózódott, vagy még több párt által alkotott
hát szövetség, vagy formálódó szövetség, vagy majdani koalíció, az ne egy ilyen veszekedős valamivé alakuljon, meg ne az egyéni érdekek húzzák szét ezt a majdani szövetséget. Vagy egyáltalán szükség volt-e ilyen stratégiára ezeknek a pártoknak? Arra, hogy egy választási listára mely pártok vagy mozgalmak képviselői kerültek fel, abban szerintem ők egymás között könnyen megállapodtak, hiszen ott nagyjából azonos program mentén vannak. Az, hogy miért ennyire töredezett a lengyel pártrendszer, ennek messze történelmi okai van, de most nem boncolhatom. Nem, engem inkább az érdekel, hogy sikerül ezt összefésülni, vagy kell összefésülni. És végül is ugye az volt a megoldás, hogy nem magyar mintára indultak, mert az azt jelentette volna, hogy ez a három most koalícióba került pártlista egy választási listán indul, de nem ezt az utat folytatták, egyébként nyíltan bevallva, hogy tanultak a magyar ellenzék hibájából, meg egyébként a saját 2010, mikor volt az utolsó RP választás 5 évvel ezelőtt, igen. Amikor megpróbálták ezt. 19-ben. Tehát igazából nem ezt az utat választották, hanem azt, hogy ez a három részre osztva, mindenki megpróbálta, ők koordinálták egymás között a kampányt, egymást nem támadták természetesen, inkább erősítették, és az volt szerintem ennek az újdonsága, hogy mindenkinek megengedték, hogy a saját programját céltudatosan a célközönsége felé közvetítse, és maximalizálja a behozható szavazatokat. Így a baloldal valóban ráment a városi nőkre, főleg ugye az abortusz, meg más társadalmi nőügyekkel, hát kérdésekkel, nőügyekkel, iskolaügyekkel, oktatási ügyekkel. A harmadik út természetesen inkább a lengyel konzervatív, liberális, ilyen középosztály célozta meg kis- és középvállalkozókat. A polgári platform meg mint egy ilyen nagy gyűjtő néppárt, lényegében persze minden, a motorja volt ennek az egésznek, Donald Tusk volt akkor a kampány arca, ő állta természetesen a legtöbb ütést is a kormány részéről, de ez így egy nagyon jó munka megosztás volt, végső soron sikeres, és hát voltak tevőleges segítségek is, ugyanis nagyon féltek attól, hogy a harmadik út nem fog bejutni a Szejmbe, ugyanis ők úgy indultak, hogy nem azt mondták, hogy ez a lengyel néppártnak a választási listájára, amelyre bejött a Lengyelország 2050, hanem harmadik út néven indultak, kvázi nekik 8%-ot kellett elérni, mert ez két párt listája volt így, és féltek ettől a mérések alapján, hogy nem lesz meg. Bár ez a végén már azért nagyon úgy tűnt, hogy bőven meg lesz, de lehet tudni, hogy jelentős átszaladás volt a polgári platform szavazói részéről. Egyébként pont az volt a különbség az utolsó mért adatok, közvéleménykutatási adatok, és a végül az exit poll, meg a végleges eredmény között, hogy a polgári platform egy kicsit kevesebb százalékot kapott az előzetes várakozásnál, a harmadik út meg többet. Egyébként a harmadik út azóta népszerűsége töretlenül növekszik, most már olyan 18 vagy akár 20%-ra is mérik. Jó, ugorjunk egyet. Megnyerték a választást, többségük lett együttesen a Szejmben. Ugye azért nagyon izgalmas, ami azóta történt, mert ez az első eset, hogy egy ilyen 21. századi típusú illiberális rezsim vagy rendszer után valaki elkezd úgymond rendet csinálni. Talán ez nem is erős szó, majd végigmegyünk, hogy milyen dolgok történtek azóta. Talán kezdjük a közmédiával, ami ilyen kiugró eseménye volt ennek a kormányalakítás óta eltelt időnek. Mi is történt pontosan a lengyel közmédiában, illetve hogyan működött a Kaczyński vezetés alatt, vagy a jog és igazságosság vezetés alatt hasonló volt a magyar közmédiához? Még meg kell említeni, hogy ugye október 15-én megtörténtek a választások,
majd 2 hónap múlva alakulhatott meg Donátusz kormánya, ugyanis a jog és igazságosság listája szerezte meg a legtöbb szavazatot, csak nem volt elég mandátumuk a többséghez, és nem volt koalíciós társuk sem. Még a jobboldali radikális konfederáció is elutasította, mondjuk velük sem lett volna meg a többség. Igen. Tehát kihúzták az alkotmány által lehetővé tett időtartamot a legvégsőkig, így december 13-án jött létre Donald Tusk új kormánya. Na most ez alatt az idő alatt a közmédia továbbra is úgy viselkedett, mintha a PISZ, a jog és igazságosság lenne hatalmon, továbbra is a győztes ellenzéki koalíciót támadta, hát még lehet mondani, hogy uszított is ellene, Donald Tusk természetesen maradt a number one ellenség, ami egyébként az elmúlt 8 évre jellemző volt, akkor is, amikor Donald Tusk Brüsszelben dolgozott, és hát pláne miután hazatért és az ellenzék élére állt. Erről nem tett le a közmédia, főleg a televízió, de a rádió is nagyon keményen kormánypárti szócsővé vált. Ugye ez annak köszönhető, hogy 15-ben a PISZ győzelme után megváltoztatták a médiatörvényt, létrehoztak az ORTT helyett, ugye az Országos Rádió és TV Tanács, az Magyarországban is van, mint Magyarországon is volt ilyen, és létrehoztak helyette, nem szüntették meg, csak kiürisítették, létrehoztak egy nemzeti médiatanácsot. Hát ezt láttunk ilyesmit itthon is. Igen, és oda beültették a nemzeti médiatanácsba a saját embereiket. Ugye az EU-nak is ez volt a legfőbb problémája, hogy innentől kezdve a PISZ, a kormány emberei nevezik ki a 3 közmédia, a TV, a rádió és a hírügynökség, a távirati iroda élére az embereket, és hát innentől kezdve itt már nem beszéltünk objektív közszolgálatról, és azt ez tényszerűen megállapítható, bárki nyugodtan végezzen el műsorelemzést, meg fogja állapítani, hogy nem túlzok. Na most felmerül a kérdés, hogy miért nem volt akkor egyszerűen elég Tuskéknak hozni egy törvényt, megváltoztatni és beültetni akár saját embereket, vagy hozni egy törvényt, beültetni vegyesen, parlamenti megoszlásnak megfelelően. Vagy ne zárjuk ki a lehetőséget, hogy független újságírókat. Vagy egyáltalán miért kell politikusnak. Ugye nem olyan egyszerű a dolog, ugyanis hiába hoz bármilyen törvényt a Sejm, Andrzej Duda elnöknek vétójoga van. Ez ugye ő a jog és igazsághoz így tartozik. Van, és még 2025 májusáig egész biztos ő lesz az államfő. Most 2000, meddig? 25 májusáig. Tehát most még ez egy azt bő év. Jelenti, hogy ez olyan vétójog, hogy ha ő azt mondja egy törvényre, hogy visszadobja, megvétózom, nem írja alá, akkor nincs a Sejmnek, nincs a kormánynak semmiféle eszköze. Az a törvény akkor onnantól kezdve nem fog életbe lépni, nem lehet módosítani, nem lehet visszaküldeni, az megy a kukába. Ez egy nagyon erős vétójog, 3/5-ös többséggel felül lehetne írni, de 3/5-ös többség az nem létezik. Egyébként senkinek nem létezett az elmúlt 33 évben Lengyelországon, ez 276 képviselő lenne a 460 fős szemből, ha jól számolok. Tehát igazából hiába hoznak törvényt, egyébként módosították is a költségvetését a közmédiának, az arról szólt törvényt karácsony előtt, nem írta alá, meg is vétózta az államfő. Azért kellett a trükkhöz folyamodni. Ilyet, természetesen sok oka volt az új kormánynak, hogy megváltoztassa. Az egyikre már megemlékeztem, hogy milyen volt a másik. Az a legfontosabbok az Európai Unió volt, magat kérései voltak, az Európai bírósági döntés volt erről, hogy meg kell változtatni, hogy addig nem lesz pénz, nem lesz EU-s pénz, amíg a média olyan, amilyen. Két problémája volt az EU-nak, a bírósági rendszer és a média. Ebből akkor az egyikről beszélünk most, a médiáról. Tehát ha pénzt akar Donald Tusk, meg kell változtatni ezt a médiát, demokratikussá kell tenni, vagy hát igazából persze az is felmerül, hogy kell egyáltalán közmédia. Te hogy látod egyébként, valóban a demokratikus vagy a kiegyensúlyozott irányba mozdult el most a közmédia? Meg lehet-e ezt már most ítélni, vagy egyelőre egy ilyen háborús retorika megy csak a másik oldalról? Hát tudni kell, hogy december 21-e volt az a nap, amikor végülis ahhoz a kiskapuhoz folyamodott a kormány,
hogy nem a médiatörvény alapján, a médiatörvény alapján nem tudják leváltani a vezetőket, azok megvan a mandátumuk, hogy mikor jár le, még sok évig ott fognak ülni. Nem elmozdíthatók. Na most ugye kihasználták azt a kiskaput, hogy a közmédia Lengyelországban mind a három, TV, rádió, táviratiroda, egyszemélyes állami részvénytársaság, amelyben a kulturális miniszter gyakorolja az állam tulajdonosi jogait. És így lényegében a társasági törvény alapján élt a jogával, hogy leváltsa a három intézmény éléről az igazgatókat. Az új igazgatók, ugye ekkor volt ez a december 21-i blokkád, hogy a régiek nem blokkádot emeltek az intézményben, nem akarták átadni a pozíciót, ezért kellett ott rendőri fellépés, meg ilyesmi, kisebb tüntetés is ott összegyűlt a PISZ részéről, egyébként tényleg kis tüntetés volt. Maga Kaczynszki is megjelent. Néhány napig tartott az egész, lényegében ez ott eldőlt, és másnap, ugye akkor meg is szakították az adást, hogy próbáltak egy kicsit ilyen forradalmi hangulatot kelteni, de ez végül is hamvába holt, az új igazgatók átvették a vezetést, és másnap az esti híradó már az új szerkesztőséggel ment, és azóta is. Ezekben egyébként most bemutatják a PISZ-es megnyilvánulásokat is, meg a velük készült interjúkat is, a tüntetésről is beszámolnak, amit ők szerveznek. Tehát rövid az idő telt el, de valóban ez most egy objektívabb hírműsor. Hogyha mondjuk az esti híradót nézzük, ugye ez volt az egyik kulcskérdés, de hát itt azért több csatornáról van szó. Van rengeteg csatornájuk van, 24 órás hírcsatorna is van, stb. Na de hát nem dőlt el a dolog, ugyanis kiderült, hogy itt vannak azért alkotmányossági problémák ezzel a eljárással, ugyanis rendben van, hogy társasági törvény, de ez egy speciális cég, tehát itt azt mondják azért a jogászok, hogy oké, lehetne ilyet csinálni, de összhangban a média törvénnyel, tehát azért így mégsem. Nem is jegyezte be a cégbíróság alapokban ugye a három új igazgatót, akik most hát a PISZ szerint ugye jogtalanul, illegálisan gyakorolják a vezetési jogaikat. Tehát ez nem egy lejátszott történet, ugye bejelentette a kormány, hogy jó, akkor addig nem finanszírozza a közmédiát állami pénzből, ameddig ez az áldatlan állapot. Ezt lenne. Megteheti? Ezt megteheti, bár ugye láttuk, hogy a költségvetéséről szóló törvényt megvétózta a Duda, de hát ha nem folyósít, nem folyósít. Lehet bármire hivatkozni, átszervezésre, költségvetés hiány nagyobb, mint terveztük. Egyébként ez tényleg így kiderült, hogy nagyobb lesz, mint amire még a PISZ kormány tervezte. Tehát bármire lehet hivatkozni, hát ilyet már láttunk azért a régiónkban nem egyet. Nyilvánvalóan aztán elhal, vagy elsorvad az egész, vagy nem, nyilván nem tudnak akkor olyan minőségű, vagy tartalmat gyártani. Tehát ez nem egy lejátszott dolog még a közmédiában, tehát egyelőre így áll ez a sztori. Jó, hát a másik ilyen kiemelkedő esemény az elmúlt napok történései. Próbálom összefoglalni úgy, hogy ne veszítsük el a nézőket. Ugye van két jó ember, akik a Kaczynszki féle pártban, a jog és igazságosságban politizálnak, akiket 2015-ös cselekmény miatt elítélt a bíróság, de aztán ez egy ilyen korrupciós ügy, majd elmondod talán ennél picivel részletesebben is. Egyébként ez a volt belügyminiszter meg a helyettese, egy Kaminski meg egy Vansik nevű jó ember. Na mindegy, szóval nekik kegyelmet adott Duda elnök. Aztán ezt érvénytelenítette egy bíróság, és ez a két ember, ez bement a köztársasági elnöknek a palotájába, vagy a hivatalába, és ott próbált meghúzódni, és ott próbálta elkerülni a börtönt. Jól foglaltam-e össze, és mi történt ezután? Igen, nagyjából igen. Ugye arról van szó, hogy ez a két ember, Kaminski és Vansik, még az első jog és igazságosság kormány alatt, tehát 2005 és 2007 között, ott egy rövid idő, mikor ők kormányoztak,
aztán egy időben a végén már kisebbségében is ezért kellett előrehozott választásokat tartani, amit elvesztettek, Donald Tusk nyert. Tehát ők akkor létrehozták ezt a korrupció ellenes hivatalt. És hát ennek nyilvánvalóan az lett volna a feladata, hogy feltárja az országban lévő korrupciók, és ügyészségi eljárást kezdeményezzen. Na most kiderült, hogy Kaminski, mint ennek az intézménynek az akkori vezetője, korrupcióba is keveredett maga, de szerintem súlyosabb, hogy akkor az akkori volt egy ilyen önvédelem nevű, hát eléggé, hogy mondjam, tarthatatlan, önjáró, radikális, jobboldali párt, Andrzej Leper vezetésével, és meg szerettek volna tőlük szabadulni, de úgy, hogy közben a saját népszerűségüket növeljék, ha esetleg egy előrehozott választás lesz, mint ahogy egyébként volt, akkor már egyedül is meg tudják szerezni a többséget. És ezért Leper ellen próbáltak egy provokációt kirobbantani, hogy lejárassák. Tehát próbáltak belehajszolni egy ilyen korrupciós ügybe, ugye? Igen, jól mondom? Hát próbáltak kirobbantani egy ügyet, ami aztán vagy provokált, vagy igaz, vagy nem, de a lényeg az, hogy ő besározódjon. Na most itt ilyenek kerültek elő, hogy illegálisan hallgattak le szállodai szobákat vagy irodákat az ügyészség és a bíróság engedélye nélkül, tehát ilyenekre kell gondolni, így próbáltak anyagot gyűjteni ellene. Na most ez kiderült aztán később, amikor már Donald Tusk kormánya volt, és illetve azt hiszem akkor 3 évet, ha nem tévedek, 3 évet kapott, ugye Vonsik volt a helyettese, első fokon. Na most Andrzej Duda 15 tavaszán megnyerte az elnökválasztást, és azonnal kegyelmet adott ennek a két politikusnak, mégpedig azért, mert Kaminski tavasszal volt az elnökválasztás, ősszel a parlamenti. Akkor lehetett már számítani arra, hogy ősszel megnyeri a PiS választásokat, és Kaminski volt a belügyminiszteri szék várványosa. Na most első fokú nem jogerős ítélettel nem ülhetett volna be a kormányba, ezért őt úgymond kegyelemben kellett részesíteni, de most ugye itt Duda valószínűleg elkövette a hibát, hogy kegyelembe részesítette, és nem az eljárást kezdeményezte megszüntetni. Aha. És aztán kimondta később a legfelsőbb bíróság, az Alkotmánybíróság előtt is volt az ügy, 16-17 táján, hogy igazából nem lehetett volna alkotmány szerint elsőfokú nem jogerősítéletben teljes kegyelembe részesíteni. Na most Duda ragaszkodott ugye egészen tegnapig ahhoz, hogy de ő jogszerűen adta ezt a kegyelmet. Közben kimondta a legfelsőbb bíróság, hogy a folyamatot le kell folytatni, tehát a másodfokon is. Igaz, hogy közben Kaminski belügyminiszter volt. Tehát ő gyakorolta ezt a pozícióját egészen ugye mostani bukásig, és hát nyilván amíg ők volt a belügyminiszter, addig szó nem volt arról, hogy meghozzák a másodfokú ítéletet. Ők vallották, hogy az elnöki kegyelem az alkotmány szerint történt. Na most decemberben, miután elvesztették a választást, átadták a kormányrudat nagy nehezen Donald Tusknak, a bíróság meghozta a másodfokú jogerős ítéletet, lényegében helyben hagyta, azt hiszem most 2-2 évet osztottak ki, letöltendőt a két emberre, akik természetesen nem vonultak be, sőt a mandátumokat se adták le, decemberben is bejártak tüntetőleg a Szejmbe, szavaztak is, miközben a Szejm elnöke megpróbálta megfosztani őket a mandátumoktól. Egyébként ez sikertelen volt, tehát itt óriási zűrzavar van, hogy az egyik bíróság, mit mond a munkaügyi bíróság, mit mond a legfelsőbb bíróság, mit mond a cégbíróság, mindenki mást mond. Azért nem volt túlzó az elején a kaotikus jelző. Óriási kaotizmus van jelen pillanatban jogi ügyekben Lengyelországban. Na most ugye aztán úgy döntött, hogy le kell akkor tartóztatni az a két embert, akik elmentek pár nappal ezelőtt ugye az elnöki hivatalban, hogy rávegyék az elnököt, hogy adjon még egyszer kegyelmet, nekik, ha ismerje be, hogy az a kegyelem rendben van, az akkor semmis, és adjon még egyszer kegyelmet. Na most ez nagyon érdekes,
ugye megvárta a rendőrség, még az elnökkel befejeződik a tárgyalás, bár bementek valóban az elnöki palotába a rendőrök, de nem találkoztak az elnökkel, tehát erre nagyon vigyáztak, hogy az elnökkel nehogy véletlenül bármiféle, még verbális érintkezés sem legyen. Tehát lényegében őket akkor tartóztatták le, amikor az elnök már nem volt az épületben, és elvitték a rendőrőrsre, ott egy 200 fős kis tüntetés összejött, szintén megjelent Jaroszláv Kaczynszki, politikai foglyoknak nyilvánította őket, a kommunista diktatúrához hasonlította ezt a rendszert, és na, tegnap érdekes fordulat volt, ugye tegnap is összehívtak egy több tízezres tüntetést a Szejm elé. Amiről ők azt mondják, hogy tehát a jogi és igazságosság azt mondja, hogy 200 ezeren voltak, a közmédia meg talán 35 ezerre becsülte. Igen, hát mindjárt... Gondolom a kettő között igen, lehet valahol. Hát, igen, akkor tehát, hogy folyamatában az események. Igen. Nagyon érdekes volt, hogy akkor a közmédia ügy meg a két ember letartóztatása miatt egy tüntetést próbált összehozni tegnapra a PISZ. Ugye Varsóban nem könnyű, mert varsói közönség az azért igen. Lehet tudni a választási adatokból, hogy egyáltalán nem szimpatizál velük, tehát itt azért vidékről jelentős számú szavazót. Hát a jó öreg buszosztatás. Buszosztatás, ez nem is ott itt a Twitteren megjelent, hogy vidéki piszes képviselők mondják, hogy 700 emberen van, másiknak ennyi, tehát ez nyílt fórumokon, közösségi médiákon ment, meg fotók megjelentek a buszosztatáson. Világos, így is szép szám összegyűlt, azért tegnap előtt este mínusz 30 fokot is mértek Lengyelországban, de szerintem tegnap délután is Varsóban azért bőven, ha nem is ennyi, de mínusz 10 felé közelített, tehát szép hétköznap ráadásul igen. Januárban. Nyilvánvalóan nem voltak 200-300 ezeren, mint ahogy ezt a közösségi médiában közzétették, már csak azért sem, mert azért ilyen tömeg az nem fér el a Szejm előtti Vieiszka utcában, ami nagyjából 600 méter hosszú és 20 méter széles. Igen, de akkor meg is válaszoltad. Számoljuk ki, meg igen. Lehet a Google-ben nézni. Most persze hozzá lehet venni, még itt is, ott is, amott is álltak, de ha még ezt megtöplázzuk, akkor sincs sehol igen. Sem. Tehát ez az ilyen 30 ezer fő, azt mondom, meg a képeket látva azt mondom, hogy az talán reálisan elfogadható, de ez is ebben, ilyen körülmények között szerintem ez sem egy rossz teljesítmény részükről, ilyen körülmények között. Na most ezzel egy időben közben Andrzej Duda is tanácskozott a jogászaival, és egész meglepő fordulatot vett az ügy, ugyanis tegnap előttig azt mondta, vagy még tegnap délelőtt is, hogy a 2015-ös kegyelme az jogszerű, azt kellene figyelembe vélni a rendőrségnek, és itt nincs jogállam, ha a rendőrség nem, a bíróság nem veszi figyelembe, a rendőrség ennek kell letartóztatni. Ehhez képest Duda tegnap megváltoztatta a véleményét, kiadott még egy kegyelmet, de nem. Tehát ezzel, hogy kiadott még egyet, ezzel rögtön elismerte, hogy akkor az, igen, az akkor érvénytelen. Jó, akkor az legalábbis tudomásul vette, hogy az nem. De nem kegyelmet adott, most ugye megszólaltak ma is, tegnap este is az alkotmányjogászok, hogy miért nem adott kegyelmet, és 5 perc múlva szabad lábra mehetett volna két ember, hanem egy kegyelmi kérvény eljárást indított, ami azt jelenti, hogy a bíróságra, majd az ügyészségre bízta a döntést, hogy vizsgálják meg a jogszerűségét. Tehát lényegében most ad eljárási kegyelmet, amikor már megvan a második jogerős döntés, és nem adott azonnal itt. Na most erre utána néztem, hogy most 2 hónapja van, a legfőbb ügyész fog a végén állást foglalni, a legfőbb ügyész, tudni kell, hogy Adam Bodnár, aki egy nagyon komoly jogtudós, eddig nem politikusként ismertük, egyébként a CEUN is tanított, tehát ő egy nemzetközileg is elismert EU joghoz, lengyel joghoz, alkotmányokhoz kiválóan értő figura, és egyébként a kiválasztása is erre a posztra valószínűleg azért történt, hogy Lengyelország majd az EU felé a jogállamiság helyreállítását demonstrálja, hogy itt komoly szándék de van. De őt már az új kormány választottak? Igen, ő már az új miniszter természetesen. Na most kérdés majd, hogy
ez a két hónap alatt mi fog történni, mit fog mondani a bíróság, mi kerül a legfőbb ügyész elé, neki erről a véleménye, mit fog az elnöke tenni. De önmagában az a kérdés, hogy miért nem adott tegnap, igen. Ha már elismerte Duda, hogy az előző kegyelme nem volt alkotmányos, vagy legalábbis tudomásul vette, és ezért kiad még egyet ugyanabban az ügyben, akkor miért nem ad azonnali teljes kegyelmet? Neked erre van megfejtésed? Vagy legalábbis elméleted? Hát elméletem van, meg nem kell olyan messzire menni, mert ugye Lengyelország most lényegében a közbeszéd azért ezen pörög, hogy itt azért most mindenki megszólal, aki tud, meg újságcikkek is neten már születtek erről. Hát azért a legvalószínűbb az, hogy ez a két aspektus lehet. Egyrészt Duda azért, bár nagyon keményen fogalmazott a Tusk új kormányával szemben, már még meg sem alakult akkor is, hogy minden olyan törvényt meg fog vétózni, amely úgymond nemzeti szuverenitást veszélyezteti. Ne gondolják azt, hogy itt most vissza lehet forgatni az idő kerekét, meg fog vétózni minden olyat, ami nem illik a konzervatív, a lengyel világ nézetbe, stb. Nagyon keményen fogalmazott. Majd voltak pont Tusknak az eskütétele után volt egy enyhébb beszéde, amikor kicsit konstruktívabb volt az új kormánnyal szemben. Január elején, vagy december, vagy szilveszterkor megint egy harciassabb beszédet mondott, nyilván a közmédia körül zajló ügyek miatt, hogy élni fog a vétójogával, stb. De azért ő valahol megpróbálja magát pozícionálni, nehéz az ügye, mert most ugye mindenki őt is az ellenzékbe szorult PISZ előretolt bástyájának tart, ő az az ember, akibe bízhat a párt, hogy majd ő mindent megakadályoz, amit az ellenzék most nem tud, hiszen elég egy vétó. De ő azért ettől próbál egy kicsit időnként távolságot tartani. Nyilván neki lejár a mandátuma, nem indulhat újra, mert két ciklusa letelt, alkotmány szerint harmadszor nem indulhat el. Fiatal még, relatív politikusként abszolút, tehát neki még valamiféle politikai jövője lehet, vagy akár nemzetközi, vagy otthon mondjuk, tegyük fel, ő lesz a pártelnök, vagy valami. Tehát ő nyilván egy kicsit védi az ő szuverenitását, autonómiáját, függetlenségét, hát nem a legjobban, tegyük hozzá. Tehát építi magát igen. Egy szóval poszt-Kaczyński korra? Hát vagy? Azt gondolom, meg az ő poszt elnöki korára, ha úgy veszük. De mindig, hát például azért voltak vétói a PISZ kormány alatt is, pont a bíróság reform átalakítás kapcsán is volt vétója. Tehát időnként megpróbál független államfőként megpróbálja magát pozícionálni független államfőként, ez mind mindig sikerül, de most is talán azt ki lehet olvasni, hogy lehet ez az egyik oka, hogy adtam is vétót, de azért nem is. Meg is felelek egy kicsit a pártomnak, a közönségének, a vezetésének, hogy tettem valamit az ügy érdekében, de mégiscsak átdobta a labdát a kormány oldalra. Értem. Hát a miniszter fog, ő a legfőbb ügyész Lengyelországban, Ádám Bodnár, igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész egyben. Ő fog erről dönteni, hogy lehet-e kegyelmet adni, vagy nem. Ráadásul nem most, hanem leghamarabb két hónap múlva. Tehát sok víz felfolyik a víztulán, ha lehet így fogalmazni addig. Na most a másik, hogy lehet, hogy ő maga sem gondolja feltétlenül, hogy ennek a két embernek szabad lábon kellene lenni. A harmadik, ami erre mondjuk a kevesebb esélyt adok. A harmadikra viszont sok esélyt adok. A harmadik lehetséges indokra, lehet, hogy mind a három így együtt igaz, hogy azért mégiscsak összejátszik kőkeményen Jaroszláv Kaczyńskival, és ennek a célja az, hogy napirenden lehet tartani az ügyet. Aha. Ugyanis ha holnap, vagy ma tegnap már kiszabadult volna a két ember, akkor okafogyottá válna az egész tiltakozás. Így viszont áprilisban lesz önkormányzati választás. Nyáron lesz Európa-parlamenti választás. Ugye lényegében, meg nem is ért véget a kampány, már el is kezdődött az új. A PISZ-nek egybe kell tartani a táborát. Mert ettől rájuk szavaznak a legtöbben, de egyedül kevesek. De mondjuk EP választást így meg lehet nyerni, hiszen ott egy országos lista van, ott nem számít, hogy kikivel fog össze, eléggé valószínű,
még most is a közélemény kutatásával látszik, hogy a legnépszerűbb párt, ha önmagában nézzük, az a PISZ, még ha néhány százalékkal is, tehát ez nem változott meg. Nyilván az összes többi együtt erősebb. A parlamenti logikában ez számít, de az EP-ben nem. Igen. Tehát ha most szétbomlanának, egymásnak mennének, vagy akár egy ilyen ügyet, ami mobilizál, tűzben tartja a híveket, a szavazókat, ezt elengednék, akkor az valószínűleg részükről stratégiai hiba lenne, főleg ha azt nézzük, hogy mondjuk 15-ben, amikor a Tuskék elvesztették a választást, illetve már nem Tusk, mert Tusk akkor már egy éve Brüsszelben volt, de Eva Kopacs vezette polgári Igen. platform. Rögtön szétbomlottak. Egymásnak mentek, hogy miért, kinek a hibája, ki miatt következett be, akkor vált ki a beszélgetésünk elején említett modern is belőlük. Na, évekig tartott, ugye nem is 4 év alatt nem tudták összeszedni magukat, vagy 19-ben nagyobb vereséget szenvedtek, mint 15-ben. És visszajöttek persze egy egyesítő politikával és egy jól meghatározó stratégiával a mélyből. Na most nyilván a PISZ-nek, Kaczyńskéknek erre nincs idejük, ha áprilisban önkormányzati választások lesznek. Tehát ez... tehát, és nem is látsz ilyen bomlás? Lehet, hogy még korai erre rákérdezni, de látsz ilyen bomlási jeleket? Hát... hogy van ilyen áldozat, vagy felelős keresgélés? Kaczyński ugye már 74... 5 éves lesz talán idén, mert olyan emlékszem 49-es, tett már olyan megjegyzést, hogy ő el tudná magát képzelni, ha politikailag nyugdíjba vonulna. Aha. Tehát akkor ez egy magas labda. Ugye lesz is most a PISZ-ben egy pártkongresszus. Tisztújítással? Ezt nem tudom még, hogy lesz. Aha. Szerintem nem lesz itt tisztújítás jelen pillanatban, mert ez még nem kristályosodott ki. Ugye ott van Mateusz Morawiecki potenciális. Ő a volt miniszterelnök. Volt miniszterelnök, aki igazából nem lehet mondani, hogy rosszul kormányzott, egy viszonylag fiatal, Kaczyńskihoz képest mindenképpen Igen. fiatal, nyelveket beszélő figuráról van szó, aki igazából politikai pályája előtt az üzleti életben volt, bankokat vezetett, tehát ért az üzleti élethez, gazdasághoz, tehát ő szerintem potenciálisan lehetne a PISZ elnöke. Nem biztos, hogy megvan a támogatottsága a pártagok között. Ugye ott van Máriusz Blaszczak, aki a honvédelmi miniszter volt, őt is a párt egyik erős emberének tartják, Kaczyńskihoz lojális politikusnak tartják, de ugye ő megégette magát itt legutóbb a választások előtt különböző ügyekben, aminek az volt a végeredménye, hogy a kampány végén a két legfelsőbb katonai vezető tábornok lemondott, ugye a vezérkar főnöke, illetve a szárazföldi erők parancsnoka. Tehát ő gyakran elkövetett olyan hibákat, amelyeket mondjuk a katonák ott nem tudtak akceptálni, hogy átnyúlt fölöttük, saját emberét tette inkább oda, és egy idő után ugye ez pattanásig feszült a helyzet, hogy ez bekövetkezett. Ennek nem volt valami jó visszhangja Lengyelországon, azt azért valljuk be, most egy kicsit ő háttérbe is van, de akár még lehet belőle pártelnök, ő sem idős politikus. És hát még ki tudja, előbukkant új ember is, mint ahogy Duda előbukkant annak idején, előhozhatnak, vagy akár igen, lehet szó arról, hogy Duda 15 után nem nemzetközi pályára megy, hanem a konzervatív oldalt próbálja. 25. 25-ben, bocsánat, és akkor a 27-es választásokra visszahozni a konzervatív oldalt, és tehát vannak ilyen opciók, ez nem most fog eldőlni, főleg Duda esetében, aki ugye még államfő. Igen, igen. De az biztos, hogy most én azt gondolom, hogy az egyben tartás a lényeg, és erre nagyon jó ügy ez a két ember a börtönben, akik ugye érségszálkot is kezdtek, Igen. ennek is meglátjuk, mi lesz a végeredménye, hiszen rendkívül jó, még egy dolgot meg kell említeni, hogy nem tudom, magyar hallgatóknak valószínűleg nem mond semmi december 13-a, de ugye ez az 1981-es hadi állapotnak a bevezetésének a dátum, amikor volt csak Jaruzelszky, katonai hatalomátvételt hajtott végre, internált 10 000 embert, és hát 2 évig fennállt ez a
dekrétumokkal való kormányzás, katonai uralom. Azt a szemüveget ki tudná feledni, ugye? Igen, na most hogy jön ez ide? Hát Donald Tusk kormánya most 23. december 13-án alakult. De miért? Nem azért, mert ők akkor szerettek volna alakulni. Alakulhattak volna 14-én is, az lett volna az utolsó dátum, ami Duda kitűzhetett volna. Szándékosan december 13-án tették. Attól a pillanattól kezdve megjelent a PISZ kommunikációjában, hogy ez a december 13-a kormánya. Ez mindenki tudja Lengyelországban, hogy ez a Jaruzelszki katonai puccsának a kormánya. Megjelentek már a grafikus mémek, ahol Jaruzelszki arca Tuskra van photoshopolva. Most a két elítélt lényegében nagyon hasonló plakátokkal jelenik meg, mint amikor a szolidaritás, ellenzéki szolidaritás tagjait internálták, és amit tüntetéseken vagy szamizdat lapokon megjelentek mindenféle grafikák, hogy politikai foglyok, ugyanazzal a betűtípussal, a szolidaritás betűtípusait használva, hogy itt van szabad Lengyelország, szabadságot a politikai foglyoknak, ugyanazok a jelszavak. Tehát ez is annak a része, hogy már előre kitalálták lényegében, és ebben Duda társtettes volt, mert tényleg aznapra tette lehetővé a kormány megalakulását, hogy fel van építve ez az egész, hogy mobilizálják a tagjaikat. Ez persze azért rettentő, hogy mondjam, történelem hamisítás, mert történelem hamis felhasználása, ugyanis a kormányon lévők nagy része, már akik abba a generáció tartoznak, és nem a fiatalabbak, azok maguk is a szolidaritás aktivistái voltak, ugyanúgy, mint a jog és igazságosság jelentős részének. Tehát mondjuk az a kulturális miniszter, Bartolomei Sienkiewicz, aki egyébként Sienkiewiczsnek a leszármazottja. Igen. Őt most alezredesként ismert és kulturális miniszter lett, de ő maga is áldozata volt a Jaruzelszki hadiállapotának, őt is lecsukták illegális lapok terjesztésért, tehát ő abszolút áldozata volt és aktív ellenzéki volt. Na most őt is ábrázolják úgy, ráadásul azért, mert ugye katonai fokozata van, mert a rendszerváltás után ő katonai pályán volt, hogy mint ugye a tábornokok diktatúrája a 80-as évek elején, ugyanabban a Jaruzelszkis tábornoki cuzma, stb. De Sienkiewiczsnek semmi közel nincs, hát ő ugyanúgy áldozat volt. Tehát ez a történelem nagyon hamis felhasználása, ami megy most, de nyilván mondjuk azokra, akik nem ismerik minden embernek a biográfiáját, el lehet adni, meg lehet téveszteni, azért nehogy azt gondoljuk, hogy a lengyel, átlag lengyel betéve tudja a 80-as évek történetét, még akkor sem. Főleg a fiatalabbak, gondolom. Fiatalabbak pláne nem kevésbé. Tudják. Nagyon sokan elfelejtették, akik nem vettek részt annak idején ebben, csak passzívan szemlélték a világot, azok nem tudnak erről, hogy ki mit csinált. Tehát lehet erre manipulálni, és a saját tábor összetartására kiváló propagandaeszköz. Mire számíthatunk a következő hónapokban? Ugyanez a lőporfüstös hangulat vár Lengyelországra? Ezt valószínűsíted? Vagy? Ezt valószínűsítem sajnos. Nagyon sajnálom, mert szerintem Lengyelország ez nem ezt érdemli, meg ez hátráltatja szerintem az egész szet. Sajnos erre számítok. Ugye itt lesz január végén még egy komoly probléma, vagy hogy mondjam, forradalmi helyzet akár. Igen. Hogy ugye el kell fogadni a 2024-es büdzsét. Na most itt ugye az a történet, hogy a jog és igazságosság még kormányon szeptember 29-én benyújtotta. Alkotmány szerint 4 hónapja van a Szeimnek, hogy elfogadja a költségvetési törvényt, az elnök elé tegye, és ezt az egy törvényt nem vétózhatja meg egyébként az elnök, ezt hozzá kell tenni, de elküldheti mondjuk az alkotmánybíróságra, van 2 hete, majd aztán alá kell írnia. Még visszaküldheti egyébként a Szeimnek. De a lényeg az, hogy a Szeimnek el kell fogadni, és el kell küldeni az elnöknek. Ugye ez január 29 lesz. Na most a két letartóztatás miatt külön parlamenti napot kell tartani, emiatt elnapolták a költségvetési törvény második olvasatát. Ez azt jelenti, hogy 3 hétről már csak januárban 2 hét maradt a költségvetés tárgyására, és ez lehet, hogy soknak tűnik, de nem annyira sok, ugyanis
bizottságokban még meg kell tárgyalni. Visszamegy a Szejm egy második olvasatra, el kell fogadni, utána el kell küldeni a felsőháznak, a szenátusnak. Valószínűleg gyorsan át fog menni, mert ott kétharmados többsége van a kormánykoalíciónak, de még a szenátus is tehet javaslatokat. Visszamegy a Szejm elé, és a Szejmnek azzal még foglalkoznia kell. Vagy elfogadja, vagy nem, de foglalkoznia kell, és aztán szavazhatnak róla. Na most ez azért így kevés a két hét, be kell látni, de valószínűleg ezt meg fogják oldani. De hát felmerülnek olyan hangok Andrzej Duda köréből, meg a PiS köréből, hogy amelyek megkérdőjelezik a Szejm legális működését a két letartóztatott miatt. Mert hogy valamelyik kerületi bíróság ugye kimondta, hogy nem lehet a mandátumoktól megfosztani őket, de most ugye, mivel benn vannak a börtönben, nem, már ugye el is szállították őket két külön börtönbe, nem tudnak bemenni szavazni. Na most, ha Andrzej Duda meg is kapja az elfogadott törvényt, de azt mondja, hogy az ő jogászai jogértelmezése szerint a Szejm illegálisan működik, ez a szó. Egyébként a két szavazat nem osz, nem szoroz, tehát nem ezzel sejtem fog múlni. Tehát persze. Sehogy sem tudna a PiS beleszólni. Hát több tucatos többségben van. Bő 30 mandátum többségben vannak. Tehát ez nem osz, nem szoroz, akárhogy szavaznának. Annyira nem osz, nem szoroz, hogy amikor Morawiecki, csak zárójelben megjegyzem, amikor Morawiecki kormánya, ugye, mert először az volt, hogy Morawieckit kérte fel újra Andrzej Duda a kormányt alakítani. Igen, volt egy ilyen kör is. A bizalmi szavazást meg kellett volna tartani, megtartották ugye a Morawiecki kormányról, nem ment be minden piszes szavazni. Mert úgyis tudták, fölöslegesnek tartották. Úgyis tudták, hogy nem megy át. Tehát annyira nem számít, most sem fog számítani a két embernek a szavazata, de hát mégis mondhatja Duda, meg mondja is, ahogy olvasom, hogy illegálisan működik a Szejm, mert két képviselő akadályoztatva van a képviselői jogainak a gyakorlásával, és akkor azt mondja, hogy nem érvényes ez a szavazás. Na most ebben azért az alkotmányjogászok többsége, ahogy láttam, azért egyetért, hogy ez nem egy helyes álláspont, tehát enélkül nyugodtan lehet szavazni, hogy ők le vannak tartóztatva, ők jogerős bírósági döntés alapján vannak korlátozva, nem az őrök nem engedik be, vagy ilyesmi. Úgyhogy, de azért ne zárjuk ki, mert ugye mi történik, ha nincs 29. törvény, vagy Duda azt mondja, hogy szerintem ez nem jogszerűen történt az elfogadás. Alkotmány szerint akkor Andrzej Duda feloszthatja a Szejmet. Ami azt gondolom, hogy azért tényleg a szélsőséges forgatókönyv, de eleve, hogy ez szóba jöhet, ez egyrészt mobilizálja mindkét tábort. Azt hiszem, hogy akkor a jelenlegi kormánytábor is mobilizálná a híveit, és hát az azért, hogy mondjam, beláthatatlan következményekkel is járhat, hogy akkor ott mi történik mondjuk Varsóban vagy más városokban. Nem szeretném, meg szerintem józan eszűek Lengyelországban sem, hogy idáig eljusson, de hogy még január vége a jogászkodásról és a jogértelmezésről fog szólni, és nagyon komoly politikai csatározások lesznek ezzel kapcsolatban, az borítékolható és egészen biztos. Úgyhogy nem hiszem, hogy Lengyelország, hogy mondjam, ilyen politológiai szempontból unalmas terep lesz az elkövetkező hónapban, és ott mondom, utána jönnek az önkormányzati választások, amit érdekes módon tényleg kiírtak januárban. Az államfő kiírt, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz döntés a PISZ szemszögéből. Én most úgy látom, hogy ez kicsit korai lesz a PISZ-nek, mert azért azt jegyezzük meg így a végén, hogy azért az látszik, hogy a közhangulat nincs nagyon mellettük. Tehát össze tudnak rántani egy 20-30 ezres tüntetést, meg természetesen a saját médiájukban tudnak tiltakozni. Elmondhatják a kormányt mindenféle diktatúrának, amely tényleg küzd azzal a jogi abszurdummal, hogy hiába van bő kormány többsége, ami minden európai demokrácián elég lenne a stabil, kiegyensúlyozott, nyugodt kormányzáshoz, az elnök lényegében mindenben keresztül tenni, elképesztő erős vétójoga van, tehát muszáj kiskapukhoz folyamodniuk,
ha meg akarják valósítani a programjukat. És ez nem csak a médiatörvény, ez minden más törvényre is igaz lesz. Tehát ez egy elképesztő jogi helyzet, hogy ennyi, volt már, ezt ugye kohabitációnak mondjuk, mikor más a kormány és más pártból van az elnök, volt már erre példa, de soha nem volt annyira kiélezve a két fél között az ellentét. Tehát tudtak azért normálisan együttműködni, sok vétó volt, de nem arról volt szó, hogy egy kormány nem tud kormányozni. Uh-huh. Most kvázi arról van szó, hogy nem tud élni a felhatalmazásával a kormány, ha nem keres különböző kiskaput. Ezért még rengeteg ilyen lesz, hát még ott van a Nemzeti Bank elnöke, aki ugye rettentő, lojális jog és igazságossághoz tartozó figura, a monetáris tanács élén álló ember, akkor a Nemzeti Média Tanács emberei is még ugye váratnak magukra mindegyik lényegében a PISZ-hez közeli, ott van a legnagyobb olajtársaság élén, állami olajtársaság, az Orlen élén álló ember, aki ellen egyébként bírósági eljárásokat is lebegtetnek. Tehát kb. 10 olyan intézményt fel lehetne sorolni Lengyországban, amely még komoly problémákat fog okozni. Nagyon izgalmas egyébként azzal, azért nem tudja kihagyni az ember a párhuzamokat, hogy mondod a Nemzeti Bank elnökét, aki lojális a PISZ-hez, meg Kaczyńskihoz, meg egyáltalán a közmédia. Tehát azért folytatódik az állapot, hogy a magyar meg a lengyel történelem között mindig vannak ilyen párhuzamok, és az ember így próbálja beleélni magát az ottani helyzetbe, ők meg a milyenkébe, szóval rettentő izgalmas. Igen, csak az a nagy különbség, hogyha mondjuk Magyarországon egy kormányváltás bekövetkezik, akkor ők azért tudnak kormányozni. Még akkor is, ha nincs kétharmados. Nyilván Magyarországon a kétharmados törvények gátolnák egy új kormányt, ha nem tudnak annyit megszerezni. Lengyelországban az elnök gátolja lényegében, ugye nincsenek kétharmados törvények. De van egy erős elnöki jogkör. Azt gondolom, hogy ez azért súlyosabb, mert valószínűleg Magyarországon a kétharmados törvények ellenére sok mindent feles törvénnyel is meg lehetne oldani. Lengyelországban hiába oldják meg, ez semmire sem elég, ezért merül fel a kérdés, hogy miért kell néha ilyen látványos rendőri fellépéssel véghez vinni az akaratot, mert nincs más eszköz egyszerűen, nincs más eszköz, hogy megcsinálják, és hát nyilván kormányozni szeretnének, nyilván programokat meg szeretnék valósítani, nyilván az Európai Uniós pénzeket meg szeretnék szerezni, de nagyon nehéz, amikor lényegében ezek az akadályok ott tornyosulnak előttük, és nincs eszközük arra, hogy megváltoztassák. Van egy olyan rovata a műsornak, amiben az előző vendég kérdezhetett tőled, az előző vendégem Lányi András ökofilozófus volt. Most hallgassuk meg, hogy milyen kérdést tett fel neked Lányi András. A szolidarność megkülönböztető vonása volt a 80-as években, a munkások mozgalma és az értelmiségi ellenállás közötti szoros együttműködésén. Arra lennék kíváncsi, hogy mi maradt ebből. Hogy milyen hatása volt ennek a demokratikus kibontakozásra Lengyelországban, és ebből származik-e valami észlelhető különbség az ottani és a magyarországi politikai viszonyok között. Szóval ezt kérdezte tőled Lányi Andrást, hogyan felelnél neki? Való igaz, hogy a lengyel szolidaritásnak ez egy nagyon sajátos vonása volt, hogy a milliós nagyipari munkásság nagyon szoros szövetséget tudott kötni az értelmiségi, az ellenzéki értelmiséggel, lényegében a 70-es évek közepétől ez működött, és 80-81-ben ez a szolidaritásban magában, hogy egyáltalán rákényszerítették a hatalmat arra, hogy legális, független, önkormányzó szakszervezet létrejön, ott csúcsosodott ki, majd ez lényegében a hadiállapot alatt is, illegalitásban is egészen a rendszerváltásig kitartott. Na most azt látni kell, hogy óriási problémát jelentett az, hogy amikor a rendszerváltáshoz elérünk, akkor lényegében azok a közgazdászok, ellenzéki közgazdászok, és itt talán most csak egyet fogok kiemelni, akit talán mindenki ismer abban a generációban, Leszek Balcerovicsról van szó, aki már 80-ban is fiatal közgazdászként a szolidaritás tanácsadója volt, majd ugye hozzáfűződik
gazdasági miniszterként a sok terápia bevezetése 90 végén, 91 elején. Ugye itt óriási ellentét feszül, hogy egy munkás mozgalom, amely nyilvánvalóan nem érdekelt sem a privatizációban, sem a túlzott liberalizációban, hanem a munkájuk megtartásában és a gyár, a termelés hatékonyabbá tételében érdekeltek, és ugye nagyon népszerűek voltak ezek a közösségi tulajdonról szóló elméletek, amelyek már 56-ban Magyarországon és a munkástanácsok formájában megjelentek. Lengyelországban is ez a hagyomány, ez élt egészen a 80-as évekig, hogy lényegében, ha részvényesítik kis a vállalatokat, az állami vállalatokat, kerüljen egy jelentős része a dolgozók birtokába, és ők kapjanak beleszólást a termelésbe. Szemben azzal a neoliberális gazdaságpolitika elképzeléssel, hogy nem itt sok terápia kell, azonnal az államszocializmusból át kell menni egy szabadpiaci gazdaságba, és a gazdaság legfontosabb szektorait egy törvénnyel, egyik napról a másikra átmenet nélkül át kell alakítani, ez a sok terápia. Balcerovics már lényegében egyébként 80-81-ben is ezen a nézőponton volt, csak ez akkor még nem annyira volt népszerű a szolidaritás körében, meg a munkások körében. Ez később sem volt népszerű, csak Balcerovics került hatalomra, nem a munkások, és ő ezt végigvitte. Hozzá kell tennem, hogy már az utolsó kommunista kormány, Rakovszki kormány elkezdte a liberalizációt, sőt a privatizációt, sőt a gyárbezárásokat 89-ben, és hát bosszúból például a Gdanszki hajógyár egy jelentős részét már Rakovszkiék bezárták, ugye, mert az volt a szolidaritás bölcsője. Tehát azt már nem lehet teljes mértékben Balcerovics számlájára írni, mert azt elkövették még 89-ben Rakovszkiék az utolsó kormánya. De az kétségtelen, hogy a sok terápiának nagy társadalmi ára volt, tehát valóban az infláció letörése ugye fontos volt ennek a, ez volt az egyik célja, ugye Lengyelországban 700%-os inflációs volt, a privatizáció, a bankszektor átalakítása, a valutareform, minden, egyben adóreformok, milliós munkanélkülség természetesen, szegénység, stb., ami jár az ilyen neoliberális átalakításokkal, de ha azt is kérdezi Lányi András, hogy mi ennek a hosszú távú következménye, akkor azt most látni kell, hogy bő 30 év után a lengyel, ha az volt a cél, hogy kapitalizmus csináljunk a szocializmus, államszocializmus helyett, tervgazdaság helyett szabadpiacot, akkor azt kell mondani, bő 30 év múlva, hogy a lengyel kapitalizmus jobban működik a magyar kapitalizmusnál, a lengyel szabadpiac jobban működik a magyar szabadpiacnál, ha egyáltalán itt lehet arról beszélni, a lengyel állam jóval kevésbé szól bele a gazdasági folyamatokba, mint a magyar állam, és a lengyel kis- és középvállalkozói réteg is jóval, de jóval összehasonlíthatatlanul erősebb a magyarnál. Ennek persze más okai is vannak, nem csak a neoliberális átalakítás, hanem eleve, hogy a lengyel társadalomban a magángazdaság, akár a mezőgazdaságban, akár a hétköznapi termékek közvetítésében, ugye a fekete piacban, lengyel piacokat, amiket mi ismertünk, de ez ugye otthon is működik, vagy a dollár, illegális dollárpiacban, ami Lengyelországon, hát kvázi nem is ott annyira illegális, mert ilyen furcsa kettős valutarendszer működött már a végén a Lengyelországon. Tehát, hogy a lengyel emberek a kiskereskedelemhez jobban szocializálva voltak már, és nem az államtól várták már akkor sem a megváltást. Tehát azt kell mondani, hogy sok összetevő, de valószínűleg a balcerovicsi átalakítás is, ami nem rövid távú, inkább hosszú távú folyamatként értelmezhető, látszik, hogy már ugye ők makro gazdasági átalakításra koncentráltak, mint Magyarországon, kupamiáik a mikróra. Ezért mondjuk eleinte Magyarország élmezőnybe tartozott a nagyon precízen kidolgozott adótörvények, meg más miatt sokkal több működő tőkét Magyarországban a 2000-es évekig. Majd megfordult, amikor már nem ez számított, ugyan, hanem az, hogy makró szinten stabilizálták azonnal a lengyel világot, és ennek most a gyümölcseit láthatjuk Lengyelországban. Persze ez hosszabb kifejtést igényelne, de röviden itt tudnám összefoglalni. Hát szerintem, ha Lányi András arra gondolt, hogy kifogott rajtad ezzel a kérdéssel, akkor nem sikerült, András. Nem nagyon köszönöm, hogy elmondtad, nekem nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés. Nyilván a párhuzamok is mindig úgy mozgatják az embert, de nagyon izgalmas volt, úgyhogy köszönöm neked, hogy eljöttél.
Önök pedig nagyon köszönöm a meghívást. Önök a Gulyás Ágyú Podcast adását hallották és látták, ez a beszélgetés videós formában a YouTube-on, hangzó interjúként pedig a Spotify-on és az Apple Podcast-en érhető el. Olyan időket él Magyarország, hogyha szeretnénk, hogy a hiteles hírforrások megmaradjanak, és nagyon fontos, hogy ezek a hírforrások másokat is elérjenek, arra áldoznunk kell, ezért kérjük, hogy támogassák lapunk működését. A támogatási lehetőségekről minden információt a gulyasagyumedia.hu oldalon, vagy ennek a podcastnak a leírásában találnak. Ha tetszett ez a műsor, és azt szeretné, hogy másokhoz is eljusson, akkor ossza meg ezt a videót, vagy a hanganyagot különféle csoportokban, a közösségi hálón, és mindenképpen iratkozzék fel a csatornánkra. Mitrovics Miklósnak még egyszer nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Én is köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Viszlát. Viszontlátásra.